A Hunor Magyar űrprogram újabb mérföldkőhöz ért. Kiválasztották azt az asztronautát, aki egyedüli magyarként 2025-ben a virágűrbe léphet. Hosszú út vezetett eddig a napig. Magyarország az Európai űrügynökségben is fokozta a szerepvállalását, viszont ettől függetlenül a nemzeti kutatóprogramokat és a nemzeti űripari fejlesztéseket is hangsúlyozni kívánja. 2021. októberében bombaként robbant a hír, hogy elindul a magyar űrhajós program Hunor néven. Sokan kételkedtek abban, hogy egyáltalán szükség van erre. Nem űrturistát képzünk, hanem olyan nagyon felkészített tudományos programmal a háta mögött űrhajost akarunk a világűrbe küldeni, aki nem 8 napot lesz a világűrben, természetes irigykedve mondom, ha úgy adódik, akkor akár egy hónapot, két hónapot, vagy talán egy negyed évet. A csillagos égbolt meghódítása már évszázadok óta foglalkoztatja az emberiséget. Hazánk első asztronautája, aki 1980. május 26-án indulhatott el a világűrbe, Farkas Bertalan volt. Hosszú évek teltek el úgy, hogy bár a magyar űrkutatók és mérnökök komoly eredményeket értek el, magyar asztronauta nem volt. De miért is fontos egy ország számára az űrkutatásban, az űriparban részt venni? Egyrészt komoly gazdasági ereje van az újabb és újabb űrtechnológiáknak. Gondoljunk csak a teflon bevonatú edényekre vagy a polifon matracokra. Mind az űrtechnológia miatti fejlesztések termékei, számos más, ma már közismert mindennapi használati tárgyal együtt. Másrészt egyre több vállalkozás jön létre különböző űrben használható innovációk előállítására, és egyre nagyobb a piac érdeklődése is az űrtechnológia iránt. Például a műholdak is sokban fokozzák a földi létkényelmét. A bejelentést követően elindult a leendő asztronauták keresése. 240 érvényes pályázat érkezett a Hunor magyar űrhajós programra, akiket beválogattak, komoly tréningen vettek részt. A képzés komplex volt, hiszen szükségesek voltak a természettudományos ismeretek és a nyelvtudás magas szintje, de komoly személyiségi, pszichológiai teszteknek is alávetették a kiválasztottakat. Szijjártó Péter a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren brüsszeli látogatása előtt jelentette be, hogy ki az, aki biztosan láthatja a világűrt és befejezheti a kiképzés utolsó fázisát. A szakértői bizottság meghozta a végleges döntését mindenfajta szempontot mérlegelve, és a döntés úgy szól, hogy Kapu Tibor, 32 éves gépészmérnök lehet a következő magyar kutató űrhajós. Fejlesztő mérnökként dolgozott a gyógyszeriparban, de foglalkozott hibrid autók akkumulátorával, és fejlesztett űrutazók számára sugárzásvédő felszerelést. Egy ejtőernyős edzésen találkozott a magyar űrügynökség felhívásával. Álma volt a repülés, még ha kezdetben nem is az űrbe. Nekem ez volt a nagy álmom, tele volt a kis könyvespolcunk otthon a Top Gun magazinokkal, amit én nem voltam egy követelőző gyerek, de a Top Gun magazint azt meg kellett anyának sajnos vennie. Nagyon-nagyon szerettem. Kecskeméti repülőnapokat látogattunk a családdal, meg ilyenek, úgyhogy az egy nagy élmény volt. Bár ő a kiválasztott asztronauta, a csapatmunkát elsőrendűnek tartja. Április óta dolgozunk együtt a srácokkal, és talán eleinte annyira messze láttuk még a végét, hogy egyből ez volt az első gondolata mindenkinek, hogy na jó, akkor ebből egy jó csapatot kell csinálni, hiszen egyébként, amikor majd a négyből lesz kettő ember, és a kettőből lesz egy ember, a kiválasztott, a maradék kettő-három, aki végül nem jut fel az űrbe, ők is a csapat részei maradnak. Ők majd földi támogatást fognak jelenteni majd a repült űrhajósnak, vagy a kiválasztott űrhajósnak. És ezért van egy elég komoly motivációnk is arra, hiszen évekig együtt fogunk dolgozni, hogy ebből valóban egy jó csapat legyen. Egy lépésre vagyunk attól, hogy magyar űrhajós lépjen több mint 40 év után ismét az űrbe. Kapu Tibor mellett a tartalék űrhajós Cserény Gyula lesz.